Számomra a világ közepén, Csíkszentsimonban láttam meg a napvilágot. 1997-ben szüleim első gyermekeként. Egy olyan családban, ahol megtapasztalhattam, hogy Isten a törődés Istene. Szüleimtől és közösségemtől megtapasztalhattam, hogy Isten és a felebaráthoz való lehajlás mennyire fontos. Életemet meghatározta a község embereinek mosolya, jókedvűsége, a plébánosom egyenessége és a templom iránti ragaszkodása az embereknek. A kezdeti lépések megtételében szülőfalum pedagógusai és tanítói nagyban hozzájárultak életem kibontakozásához és ahhoz, hogy meghalljam az Isten hívó szavát. A kezdeti lépések megtétele után, 8. osztály végeztével mérföldkőhez érkeztem, és egy olyan különleges várlapba indultam, ahol elkezdhettem a pappá formálódásra való készületet. Középiskolás éveimet Gyulafehérváron a Gróf Majlát Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Liceumban folytattam, és a sikeres érettségit követően jelentkeztem a papnevelő intézetbe. A szemináriumi évek során számtalanszor megtörettem, és ezekre a megtöretésekre szükségem volt, hogy azzá válhassak, akivé most alakultam. És ezek a megtöretések megtanítottak arra, hogy elengedjem azokat az embereket, akiket egykoron megszeretett a lelkem. Papszentelések készülve jelmondatot is választunk, amely meghatározza a jövendőbeli életünket. Jelmondatomat a Szent Mise 6. eukarisztikus imájából választottam, kezébe vette, áldást mondott, megtörte és barátainak adta. A pap életének középpontjába az eukarisztiának kell állnia, és elmondhatom, hogy Isten a teremtés hajnalán kezébe vett, majd áldást mondott az életemre, hiszen szüleimnek köszönhetően világra jöttem. De az életem folyamán nem egyszer megtörettem, és ezek a megtöretések hozzájárultak ahhoz, hogy igaz pappá formálódhassak, és most a papszentelés által, főpásztorom által barátainak ad különböző közösségeknek, hogy megmutathassam számukra, hogy Isten a szeretet és hűség Istenem.